Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. Eukarisztia, vagyis az oltári szentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt. A bűnbocsánat kérdése az oltári szentségekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása, vagy inkább útmutatása volt a témája Udvardi György pécsi megyés püspök legutóbbi előadásának a Tolnai könyvtárban. Először is azt látjuk, hogy Jézus az oltári szentség alapítását hozzá kapcsolja a hagyományos zsidó széderesti vacsorához. Amikor ünnepelték az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepét. És ez nem véletlen. Vagyis alapvetően úgy tekintünk az eukarisztiára, mint a szabadulásnak a megélésére. Amikor szabad vagyok, amikor kilépek a bűnházából és belépek a szabadságnak a földjére. Udvardi György megyés püspök nem először fogadta el a Keresztény Értelmiségiek Szövetség tolnai csoportjának felkérését. Az előadásban a gyakorlati kérdésekre is választ kaphattak a hitüket gyakorlók. A bűnbocsánat kérdése elsőre talán megrettentő és nehéz, de ha tiszta szívvel és lélekkel állunk meg, hirtelen minden világos és egyszerű lesz. Isten egészen bizonyos, hogy nem csak tanít, nem csak életével táplál bennünket, hanem figyelmeztet is. A figyelmeztetéseket nem úgy kell értenünk, mint általában egymást szoktuk figyelmeztetni, hanem ez jelent egy fölismerést, valami nehézé válik, valamire rádöbbenek, hogy ez már nem jó, nehéz. Valamikor hoztam egy döntést, de most már ez nem jó. Vagy valamikor, amikor meghoztam, akkor talán helyes volt, de az élet tovább visz, és változtatni kell. Önmagában a felismerés egészen bizonyos, hogy a Szentléleknek a műve bennünk. Biztos, hogy a bűnbocsánat nem rajtam kívül történik. Tehát nem tud megbocsátani az édesapa, édesanyja sem a gyereknek, ha a gyerek nem akarja a megbocsátást kérni, befogadni. Isten ugyanígy van. Ő egészen bizonyos, hogy nem változik, egészen bizonyos, hogy nem lesz elege egyszer belőlem, és az is egészen bizonyos, hogy mindig az irgalmával közelít hozzám. Ezt nem vonja vissza, de nekem magamnak kell fölismerni a lélek segítség, és nekem magamnak kell döntéseket hozni. Mert a döntésem nélkül nem lehet bűnbocsánat sem. Fel kell ismernem, magamnak kell látnom, ha nem épülésemre, hanem leépülésemre van mostani élethelyzetem. Hogy nem közeledek, hanem távolodok attól, aki nem csak valahonnan a távoli fenségéből csupán hajlandó meghallgatni és elfogadni vallomásomat, hanem vágyik az én bűnvallásomra, mert mindennél jobban vágyik arra, hogy elém jöjjön és átvegye lelkem terheit. De ehhez át kell azt adnom, mert a szeretet nem erőszakos, nem hangos és nem kényszerít. A bűnbocsánat kifejezés egy nagyon szép kifejezés, mégis tartalmazhat a mindennapi megközelítésben egy olyan elemet, ami valami rosszra utal. Valami rosszat elkerülni, valami rossz az életemben, ami kényelmetlen, vagy önmagában ez a kérdés kényelmetlen. És azt gondolom, hogy itt az életről van szó. Meghoztam a döntést egyszer, egy nagy döntést, hogyan akarom élni az életemet, milyen Istennek akarom adni az életemet. És ezt a döntést kell a mindennapi cselekedeteinkben megerősíteni. De akkor tudok békés lenni, és akkor tudok nyugodt lenni, ha a döntéseim egységben vannak az alapvető döntéssel és a mindennapok döntésével. Ugyanez igaz egy párkapcsolatban, ugyanez igaz szülő-gyermek kapcsolatában, akkor a szülő valamit megenged vagy nem enged meg, és következetesen teszi ezt. Akkor ezek döntések, és nem úgy dönt, hogy most mihez van kedvem, mire van energiám, mi tetszik, hanem az alapján dönt, hogy mi jó a kapcsolatunknak, mi jó a gyermeknek, mi jó a közös fejlődésünknek. Persze ez napjainkban nem túl divatos magatartás, mert úgy tűnik, hogy nagyobb teret akarunk engedni a pillanatnyi döntéseinknek, akár egymásnak ellentmondó döntéseknek is, és ha ezt tesszük, akkor bizony az érzelmeink fognak vezetni bennünket, a hangulat, a jó érzés,
vagy éppen a kellemetlennek tűnő konfliktusok elkerülése. Márpedig konfliktusok nélkül nem tudunk a döntéseinkben állhatatosan kitartani. Tehát mindennapi döntésről van szó. Advent időszaka a megváltó születésének várása megvilágítja az utat. Két nagy időszakot tartunk arra, hogy fölismerjük saját bűneinket. A nagybőjben inkább magamra figyelek, hogy ki vagyok én, milyen magatartásom van, milyen életvitelem van. Adventben ez másik szempontból kerül elő. Ki az az Isten, aki jön hozzám? Ki az, aki közelít? És a vele való találkozásra való készület eredményezi azt, hogy bizony meg akarok változni. Akarok változtatni gondolkodásmódomon, reményemen, mindennapi cselekedeteimen, akarok bűneimen, mert nem akarok azokkal együtt élni. De sokkal inkább azért, mert fölismerem, hogy ki az az Isten, aki nincs távol tőlem, nem hagy el, nem hagy magamra, csak akit be kell engedni az életembe. És egyébként ez a leghosszabb út, mert itt valójában miről van szó? Az agyamtól a szívemig. Ez a leghosszabb út, amit az embernek be kell járni. Az Isten ott van, ezt be kell látni. Ha érezzük, hogy valami hiányzik, ha lelkünk vágyik valami számunkra még megfogalmazhatatlan felé, ekkor lehetünk biztosak abban, hogy Isten kopogtat finoman az ajtónkon. A kérdés csupán, hogy vajon kinyitjuk-e neki. Mézes reggelivel kezdték a napot a Tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola diákjai. Egy helyi méhésznek köszönhetően több mint 80 alsó tagozatos gyerek kóstolhatott mézes finomságokat, és haza is vihettek az egészséges és édes élelmiszerből. Jó ízűen haraptak a vajas mézes kenyérbe az alsó tagozatos diákok Tolnán. Az első tanóra előtt látta őket vendégül teljesen ingyen a város egyik méhésze. Megtömték pocakjukat virágnektárral. Nem csak ettek a méhek által készített édes élelmiszerből a gyerekek, hanem fontos információkat is megtudtak róla. Rendszeresen szoktam menni, mert hogyha beteg vagyok, akkor is. De tudok fájásra, nagyon jó. Igen. Picit máshogy, mint eddig, megpróbáltunk nem informatikai dolgokat használni. Egy csodálatos mesekönyvet találtam, amit a Mecseki Mézút Egyesület írt, és nagyon jól elmondja a történetét egészen tavasztól a betelelésig a méheknek. És egy nagyon kedves barátunk, aki már nem él, Rónai István, egy magyar egregyi tanító is részt vett ebben a könyvírásában, valamint az OMME honlapjáról töltöttem le kis kézműves dolgokat. Hát egy ilyen kis füzetet, hajtogatós füzetet és egy kis könyvjelzőt kaptak a gyerekek ma. Valamint finom mézet. Tolnán 2014-ben rendeztek először mézes reggelit helyi iskolásoknak. A mézet azóta az egyik tanárnő férje ingyen biztosítja. A pedagógusok szerint a népszerűsítő programnak köszönhetően a kicsik egyre többet tudnak a méz pozitív élettani hatásairól. Én nagyon sokszor emlegettem a méheket, mint példa a gyerekek előtt is, valamint azt látom, hogy országos szinten is. Szerintem eredményes ez a mézes reggeli program, egyre több iskola, óvoda, intézmény kapcsolódik bele, tehát ez látható. És azt látom, hogy egyre többet foglalkoznak a mézfogyasztással, és otthoni tapasztalatom, hogy az orvosok kevesebb gyógyszert írnak föl, tehát az antibiotikumot ellőzik, és inkább hozzánk fordulnak. Természetes gyógyszerként a mézhez, propoliszhoz nyúlnak az emberek. És azt látom, hogy egyre többet vásárolnak a piacon termelőktől mézet a szülők. Tehát ez a tapasztalat, hál' Istennek.
A méz nem csak finom, egészséges élelmiszer is, általános gyulladás csökkentő, segít a szív- és a keringési problémák leküzdésében, és az emésztőrendszernek is jót tesz. Ennek ellenére a magyarok mindössze átlagosan 0,7 kg mézet fogyasztanak évente, míg az Európai Unió más tagállamaiban élők 2-3 kg-ot. Ezért indított el 4 éve az Országos Méhészeti Egyesület a mézes reggelit. Az a lényege, hogy emeljük a mézfogyasztást, és a gyereken keresztül meg lehet emelni a mézfogyasztást, a gyerek akkor mondja a szüleinek, hogy vegyünk mézet, ugye? Érdekesen alakult az idejévünk. Hát úgy kezdődött, hogy a márciusban tél volt még keményen, és egy generáció kimaradt a méheknél tulajdonképpen. Tehát akác úgy nézett ki, hogy akácvizünk nem is lesz. Az akác is megfázott egy része, és mi is úgy volt, hogy már vándorlunk tovább, és egyszer csak megindult a hordás, de anélkül, hogy bármi a közeli fákat járták volna a méhek. És érdekesen alakult azért, mert voltak nagy mérgezések is, amit tulajdonképpen nem tudták bebizonyítani, hogy mitől van a mérgezés, de eltűnt a kijáró alamány a méheknél. A tolnai gyerekek a mézes reggeli után haza is vihettek az egészséges és finom élelmiszerből. Rövid reklámblokk következik, de perceken belül jövünk vissza, maradjanak velünk. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hétvégén már indulnak egynapos adventi autóbuszos járataink Európa nagyvárosaiba. Töltsön egy kellemes napot a bécsi adventi forgatagban, kukkantson be a csoki gyártás folyamataiba, vagy vegyen részt a Schönbrunni kastély látogatáson. Mindez már 6.990 forint per főtől. Jövő évi nyaraláskon gondolkoznak? Foglalható már az összes közkedvelt görög nyaralóhely. Egy hét apartmanban, busszal, Stravosban, személyenként már 28.900 forint per főtől, és fizetni ráér majd januárban. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt opciókkal várjuk. Autója elromlott? Időszakos kötelező szervizre van szüksége? Vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdasági és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás, benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint, Dél-Koreát látni és beleszeretni. Valami ilyesmi történt a tolnai öreg diákok nagy utazójával, Hornak Istvánnéval is, aki a képek mellett sok érdekességgel is szolgált, a sok szenvedést megélt, fél évszázad alatt szinte a semmiből a világ 12 legfejlettebb országa közé, magát feltornázó ázsiai országról, Dél-Koreáról. A tolnai öreg diákok klubja már nem először profitál a már világutazónak is tekintető aktív tagjából, Hornak Istvánnéből, aki egy-egy összejövetel keretében szívesen osztja meg élményeit, emlékeit az útjairól. Kis Tibet, Irán után Dél-Koreában járt az egykori tolnai általános iskolai történelem tanárnő, aki beleszeretett az egyik legfejlettebb ázsiai országban, így nagy-nagy empátiával beszélt a látottakról, adta tovább, az úti könyvekben nem biztos, hogy szereplő hallottak. Annyi látnivaló van, hogy én ezt nem is gondoltam volna, és hát azért valamicskét láttam Dél-Koreából, és nagyon fantasztikus élmény volt. Miért érdemes annak, aki megengedheti, mondjuk Dél-Koreát választania a hagyományos, úgymond népszerű európai természeti csodákat tartalmazó helyszínek helyett? Európában tulajdonképpen
egyfajta kultúrát lát, aminek cizellációi vannak. Kölni dóm, vagy a Pécsi Székesegyház. Ugye mind a kettő templom más aspektusból. A távol-keleten viszont olyan dolgokat lát, olyan épületeket, olyan ember, fantasztikus emberekkel találkozik, teljesen más kultúrával. Az embernek csak áll és bámul, hogy hát így is lehet élni, ahogy ők élnek, mert meg kell mondanom, hogy nagyon jól élnek, nagyon-nagyon jól élnek. Kornok Istvánné előadása bevezetőjében arra a szenvedéssorozatra, a megaláztatásokra emlékeztetett, amit ez az ország, a későbbi Dél-Korea az elmúlt században még jóval a II. Világháború előtt egészen a koreai háborúig meg, illetve kénytelen volt átélni. Legfőképpen a japán invázió következtében. Aztán jött a II. Világháború, amiben megint a japánok, ami elképesztő szadista módon kínozták az embereket. És mikor 1945-ben véget ért a háború a világon, akkor Korea tovább harcolt. Testvérharc volt Észak- és Dél-Korea között 1953-ig mérhetetlen szenvedés, mérhetetlen pusztítás okozott ez a testvérháború, mert mind a két részről beavatkoztak, északi részről a Szovjetunió, déli részről az USA. Totál, teljes katasztrófa, főleg itt a déli részen, és azt olvastam, hogy 1960 végén még Észak-Korea sokkal fejlettebb volt, mint Dél-Korea. És ez a Dél-Korea innen állt föl. Ma a világon a 12. legfejlettebb ország. A tanárnő szakmájának, hivatásának megfelelve az építészetben, az épített környezetben tetten érhető történelmi emlékekre fókuszált elsősorban dél-koreai tartózkodás alatt. Felettébb érdekelte Szöult, Kvancsungot és Busánt érintő útja során a Csoszoly névre hallgató császári dinasztia hosszú uralkodásának emléke. A Csoszon dinasztia gyönyörű császári palotáit, a titkok kertjét, akkor voltunk Pusánba, a tengerparton. Olyan élmény ért itt, hogy a főutcán ott van Szabó István réz táblája, mert ott járt, és a Szabó István azért egy világklasszis. És ezzel Dél-Koreába találkozni, hát ez valami jó érzés egy magyarnak, hogy ott is azért jegyzenek egy magyart, vagy Tarp Bélának is ott volt a relikviája. A Csoszoly dinasztia nehezen kimondható nevű, leghatalmasabb uralkodója alkotta meg egyébként a koreai ABC-t, jegyezte meg az előadó, az ő szobra látható Szöul a főváros főterén. A koreai ABC nem kép, mint a japán meg a kínai, hanem 14 mássalhangzója és 10 magánhangzója van, tehát tulajdonképpen ezek a betűk, amit arról látok, ezt el lehetne olvasni, és nagyon érdekes az írásmódjuk, mert szótagonként és egymás alá írják. Például, ha mondjuk koreai nyelven akarnám leírni azt, hogy ajtó, akkor az így írja le, hogy ajtó. Tehát nem egymás mellé, hanem egymás alá írja a betűket. A császári palotában egymásra épültek a tetők, hármas kapu van, a középsőn csak az uralkodó közlekedhetett, felettébb hivalkodik a díszítés. Itt a fölirat, itt még kínai jelekkel van fölírva a palotának a neve, de egy másikon már megvan a koreai jel is. De látszik a gyönyörű díszítés, hogy aprólékos munkával minden fából készült, aprólékos munkával. Gyönyörű díszítésekkel. A természeti környezet ottani védelme, az ökogazdálkodás magas színvonala a hétköznapok kultúrájában is tetten mérhető lépten nyomon, amit inkább elmondani lehet, mint megmutatni. A konfúcius elvek alapján vigyáznak minden növényre, nem vágják ki.
körbe veszik valami anyaggal, és megmentik. Föltámasztják hatalmas vasoszlopokkal, hogy ne dőljön el. De hát a titkok kertje, ez a császári kert, ez kimondottan egy gyönyörű park. A hatalmas nagyváros Szöul közepébe egy erdőnyi 32 hektáros kert. Úgyhogy ők nagyon... A másik, hogy nem láttam egy eldobott fecnit az utcán. Igaz, hogy kukát sem, tehát nincs szemetes kuka, de egy semmi szemét nincs a városban. Tehát nagyon vigyáznak a környezetükre. Végül sport, de nem túl jó hír, újabb rangadót vesztettek a tolnai focisták, ezúttal Tamásival szemben maradtak, alul mutatjuk a részleteket. A futball igazságtalansága érvényesült az első fél idő 32. percében. Folyamatos Tamási nyomás közepette ugyanis, már levegőben lógott a hazai sárgá gólja, Ató már másodszor találta el ebben a fél időben a kapufát, és a kipattanóból is gólt szerezhetett volna az érkező Haruna, de a helyzet kimaradt. Néhány perccel később viszont az ekkor szorványos tolnai kontrák egyike a Tamási védelem hathatós közreműködésével a 32. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Sümegi ártatlannak tűnő előregibelésére borzasztóan rosszul jött ki a Tamásiak kapusa, de a védők se voltak, tegyük hozzá a helyzet magaslatán, és Rednevszky fejjel megcsúsztatott labdája a kapuban kötött ki, 1-0 Tolnának. Afrikai góllal egyenlített az első félidő rendesi játék idejének szinte az utolsó másodpercében a Tamási. Haruna puktatásért megítélt szabadrugást honfitársa Ató ívelte középre, s a legmagasabbra emelkedő Tamási játékos edző Jamme Haruna mintaszerűen bólintott a jobb alsó sarokban. 1-1 a félidőben. Szünet után alapvetően minden úgy folytatódott, ahogy az abba maradt. Persze kiegyenlítettebb lett a játék, följebb tolta a tolna védekezését, közelebb került a gólszerzéshez kétségtelen Buzás Attila csapata, de a játékot kontrolláló Tamási támadásokban jobban benne volt az újabb gól, a győztes találat megszerzése, ami még a játékrész közepén meg is született. Mégpedig egy nagyszerű, a Tamásiakra jellemző, szemre is tetszetős támadás végén, amikor is előbb középpen, aztán a jobb szélen egyenlítős játékkal sok nyelven szóba mattolták a vendégek védelmét, miután a középen érkező Stojanov fejelt center pozícióból a bal alsó sarokba. 2-1. Ez maradt a végeredmény is. A lefújás pillanatában örömtüzet gyújtott okkal a meccset végig verselő éneklő Tamási Békhoz. Igazából a zárás, tehát meg kell zárni a befele, az volt a... Lezártátok a területet? Igen, a területet. Az volt, arról koncentráltunk az egész meccs. Mert az fontosabb, mint a játék, aztán kifele indulunk. A szurkolók annak örülnek, hogy nagyon szépen passzoltatok, bejátszottátok a széleket, és több helyzetetek is volt, vitathatatlan, hogy ezt 2-1-re nyertétek, akár 4-1 is lehetett volna. Hát sokat dolgoztunk a taktikára, ezért volt a könnyű a helyzete. Csak kihagytunk, de sokat dolgoztunk arról is. Buzás Attila ugyan nem értett egyet értékítéletünkkel, miszerint a Tamási akarata érvényesült jobban a mérkőzés jelentős részében, azt persze elismerte, összességében, főleg akarati tényezőkben jobb volt az ellenfél. Ez az ősz, ez valóban arról szól, hogy az ilyen mérkőzéseket elveszítjük sajnos, bár volt példa, hogy nem, tehát győztünk is, de tény, hogy sajnos most nem jövünk ki jól, és ugyanolyan kicsit dezsávű érzésem van. Dombóvári meccsből jöttünk ide megint, mint ahogy az előző alkalommal is, és ott a Dombóvár ellen mindig komoly veszteségeink vannak, most is, de én nem értenék azzal egyet, hogy most a Tamásinak a játéka. Én úgy gondolom, hogy különösen a második fél időnek, a második felében sokkal jobban játszottunk a Tamásinál, és látszódott, hogy miben vagyunk jobbak, a gólszerzésben nem. Ebben a Tamásinak azok a tapasztalt játékosai, akiknek kell a csapatot vinni a hátukon,
azok ma sokkal jobban akarták a győzelmet, és többet is tettek érte, emiatt kaptunk ki. A gólszerzésben fontos kulcsembereket cserélt le a második félidőben a tolnai vezetőedző, ami jelzésértékű, mert hogy a szélső hátvédek tudták ezúttal jobbá tenni a támadójáték. Nem tudom, hogy miért van ez, hogy elkényelmesedünk, vagy pontosabban, ha tudom is, úgysem tudok vele mit kezdeni igazán. Mi amatőr csapat vagyunk, nincs eszköz a kezembe, hogy olyan hatással legyek a játékunkat megformáló játékosoknak a teljesítményére. Sokszor én is, mint macsak, sodródtam és néztem, hogy mi történik a pályán. Szerintem egy jó mérkőzés volt ettől függetlenül. A bajnoki cím még biztosan nincs lefutva, hiszen még visszajönnek hozzánk, akár ők is. És most már egyszer el fogjuk verni őket is, meg a Dombóvárt is, mert velük általában nem vagyunk egy jó paszban, és általában mindig ki is kapunk. Hát ez ma is így történt. Természetesen gratulálok a Tamásinak, megérdemelten győztek. Mi meg dolgozunk tovább, majd a tavasztól. 5 ponttal hátránya az idén már pályára nem lépő Tolnának a Tamásival szemben, amennyiben az újra élre álló Tamási győz Dunaföldváron, ez a különbség megmarad tavaszig. Ha a második Bonyhát győztesen hagyja el a pályát Kakasdon, amire jók az esélyei, abban az esetben a második Bonyhádnak is 4 pontos lesz az előnye a harmadik helyen telelő Tolnával szemben. Ami persze, ahogy a vezetőedző is mondta, a tavaszi folytatásban mindenképpen behozható, ledolgozható a bajnoki címért folytatott nagy vetélkedésben, amibe úgy tűnik a negyedik Dombovár is beleszólhat. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!